Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt a Zene Show TV-t. Minden vereség fájó, ami nyilván zavaró azok, akik abból indulnak ki, hogy esetleg Albánia ellen elvárható, hogy nyerjünk. Nyerjen a magyar csapat, ez már elég régóta nem úgy van, hogy ezt erre biztosan mérget lehet venni. Ezt a mai mérkőzés bebizonyította, de bebizonyította már a kinti mérkőzés is, az is hasonló jelleggel folyt. Akkor szerencsésen nyerni tudtunk, de akkor is tisztában voltunk azzal, hogy hol a helyünk az európai futballban. Iszonyat csalódottak vagyunk, már nem mondom, ez egy kötelező győzelem lett volna, de hát muszáj, nem tudunk mit csinálni, tovább kell lépnünk. Minden meg kell tennünk, hogy megnyerjük az osztrák elleni meccset. Egy erős ellenfélre találkoztunk, mert nem ért váratlanul minket az, hogy nem olyan lebecsülendő csapat ez az Albán, úgyhogy tényleg jó játék előtt képviseltek, meg voltak a helyzeteink, sajnos nem tudtunk belőle gólt szerezni, úgyhogy itthon meg kellett volna húznunk ezt 3 pontot, idegenben is megszenvedtünk érte, sajnos nem jöttek a helyzeteink, nem volt annyi helyzetünk, úgyhogy sajnos. Itt hagytuk 3 pontot nekik. Igazából egy nehéz pályán, most nem kifogásként, de egy nehéz pályán tudtunk úgy játszani, ahogy tudunk, hogy kellett volna, de nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, úgyhogy egyszerűen nem jött össze nagyon semmi, úgyhogy. Én is azt láttam, hogy megérdemelt az Albán sikert. Mi valószínűleg önmagunkhoz képest is gyengén teljesítettünk, de nem tudtunk fölnőni a játék elemébe ahhoz, amit az albánok képviseltek, fizikálisan sem, párharcok nyerésében sem, labdabiztonságban sem. Úgyhogy ennek értelemszerűen az a vége, hogy az ember ilyenkor kiszokott kapni, ha nincs nagyon nagy szerencséje, nekünk ma nem volt. Megnéztük a videókat az albánokról, hogy miket játszottak. Az osztrákok is megszenvedtek náluk, a bosnyákok is. De azért pályán húznunk kellett volna őket. Nyilván ugye csoport utolsó csapatról beszélünk, de papíron. Úgyhogy ők még fognak szerintem kellemetlenséget okozni másnak is, de hogy ezt tovább jussunk, le kellett volna húznunk ezt a mérkőzést. A játék az ezekből az elemekből áll, ha nálunk van a labda, támadni kellene, ha nincs nálunk, akkor stabilan védekezni, megszerezni a labdákat. Ezekkel akadtak gondjaink, ezekben az elemekben az albának fölénk nőttek, jobb egyéni teljesítményekkel, és ezáltal pedig hát ugye nem tudunk olyan taktikát, vagy nem jutott nekem még eszembe olyan taktika, ami ezt helyettesíteni tudna. Most már csak ugye a tisztes helytállás, mert továbbításunk így sajnos elúszott, csak magunkért tudunk most már harcolni, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsunk. Egyértelmű, hogy számunkra csak az a kivezető út, hogy jól kell játszanunk ahhoz, hogy nyerni tudjunk bárki ellen is. A spanyolokat nem szerencsés ebbe a kategóriába sorolni, hiszen azon a mérkőzésen szinte nem is volt nálunk a labda, fegyelmezetten kellett csak védekeznünk, hogy az albának ellen más lenne az elvárás, de látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy már más irányba is kell koncentrálni, az viszont a védelmünknek a stabilitására megy. Úgyhogy ezeknek az egyensúlyoknak a megtalálása csapat szinten a feladat, de jó lenne, hogyha minél több fiatal olyan képet mutatna, hogy a nagy válogatottba követelhessék később őket.